Szintet lépünk és haladunk tovább előre. Ez a mondat hangzott el a legtöbbször azon a rendezvényen, amelyen dr. Dési Csaba András ismertette választási programját. A Fidesz-KDMP polgármester jelöltje először a választókerületek önkormányzati képviselőjelöltjeit mutatta be, ezután vágott bele a 24 pontból álló programcsomag ismertetésébe. Ezek csomagok, ezek a pontok, programpontok, hiszen annyi mindenről szó van, hogy ha ezt felsorolnánk, akkor itt 120 pontos lenne a program, nem pedig 24 pontos. Tehát 24 program csomagot hirdetünk meg. Ez egy gigantikus program, aminek az az alapja, hogy négy éve sikeresen vezetem ezt a várost. Egy olyan csapat áll mögöttem, amelyik kialakult már erre az időszakra, a programpontok jelentős része a közlekedésről szól, a jelenlegi városvezető kiemelte. Az elmúlt négy évben soha nem látott útfelújítási programot hajtottak végre, 160 kilométerből több mint 40 kilométer utat tettek rendbe, és a munka tovább folytatódik. 50 terv van az asztalunkon, amit holnap el tudunk kezdeni. Útépítés, járdeépítés, kerékpárútépítés és egyéb más úttal kapcsolatos beruházás, felújítás kapcsán. Tehát készen állunk. Ez nagyon sok. Ez nem azt jelenti, hogy csak, csak 50, aki esetleg ezt keveselné, de 50-nel rögtön tudunk indulni holnap. A közösségi közlekedés és a közbiztonság fejlesztése mellett az ipari területek bővítése is napi van. Mint elhangzott, a sokszínű ipar újraélesztése további stabilitást adhat a városnak. Az ipari park kettő területére a közelben élő lakosság védelme érdekében széles véderdő sávokat telepítünk. D. Nem engedünk olyan üzemet letelepedni az ipari park területére, ami egészségkárosító hatású lehet Győr lakosságára, vagy környezetére. E. Rendszeres légszennyezettség és talajvízszennyezettség méréseket és elemzéseket végeztetünk az ipari területek körzetében, környezetében hozzáértő hiteles szakemberekkel. Az önkormányzat nagy hangsúlyt fektetne az épített örökség megőrzésére, rehabilitációjára. Például díszburkolatot kap a második János Pátér, és megkezdődik a káptalandom teljes felújítása is. Megszépül a Vaskakas taverna és a Séferház, a magyar ispita pedig győri művészek alkotótere lesz. Több mint 400 önkormányzati bérlakást adtunk át az utóbbi négy év során. Tehát minden negyedik nap egy ember lakást kapott Győrvárosában, önkormányzati bérlakást. Szerintem ez megint, ha nem biztos, hogy világcsúcs, de gyanús, de hogy magyar csúcs az egészen biztos. Az idős családokról való gondoskodás kötelességünk, azonban ezt nem tudja mindenki önállóan megoldani. Az érintetteknek is az a legjobb, ha a legmagasabb szintű ellátást kapják, a város ehhez segítséget nyújt. A továbbfejlesztjük, legalább megduplázzuk a demensellátás tevékenységünket a fokozott igényeknek megfelelően. Dr. Nézsi Csaba András kitért arra is, hogy Győrnek 2027. december 31-éig érvényes bérleti szerződése van az élményfürdő üzemeltetésére, a további működtetésre közbeszerzés kiírását tervezik. A megépített gátvonalában leválasztjuk a volt ciráki medence és a korábbi öltöző területét az élményfürdőről, amennyiben ez jogilag lehetséges, és ezt a sziget megnyitjuk és ingyenes tesszük a spray parkot, szabadidőparkot alakítunk ki ezen a területen. B, fürdő többi részét a funkciónak megfelelően tovább fogjuk üzemeltetni, az, hogy milyen formában ez ki fog derülni, hogy milyen megállapodásokat kell kötnünk, de fontos az, hogy jogilag ez a átmeneti időszakban a fürdő törvényesen és jogszerűen üzemel. Folytatódik a közművek fejlesztése, de kiemelt figyelmet kap a kultúra, az egészségügy, a sport, az iskolák, óvodák, bölcsödék, a felsőoktatás, a civil közösségek, a kertvárosi területek, a köztisztaság, valamint az állatvédelem is.